Bácsföldváron hamarosan felépül az első és egyedülálló Szerbiában működő autista központ. Jelenleg az első szakasz, a napközi otthon építése fejeződik be. A második szakasz építése pedig várhatóan hamarosan elkezdődik. Az építkezés a Svoj Svet Egyesület kezdeményezésére indult, melynek tagjai autista gyermekek szülei, valamint olyan szülők, akiknek hasonló problémáik vannak. Fejlődési rendellenességgel küzdő gyermekeikkel az autizmus széles spektrumából. A szülőknek igazolt okok miatt korlátozás nélkül alkalmuk lesz itt hagyni autista gyermekeiket, 2-3 napra, akár egy hónapra is. Arról van szó, hogy sok szülő jelentkezik az egyesületünkben, akik óriási problémákkal küszködnek, mert nem tudják kire hagyni autista gyermekeiket. Például, ha egyedülálló a szülő. Az egyik ilyen anyukának kórházba kellett mennie, és nem volt kire hagyni a gyermekét, ami nagyon nagy probléma. Mi akkor nem tudtunk segíteni neki, de a sok szülőnek köszönhetően, akik hozzánk fordulnak, jött az ötlet, hogy ezzel a központtal megoldódhatna ez a nagy probléma. Tehát, ha valaki nem tudja kire bízni az autista gyermekét, elhozhatja majd a napközi otthonunkba, ahol biztonságban lesz és jó kezekben. Az egyesület tagjai évek óta gyűjtenek adományokat egy ilyen központ építésének és felszerelésének finanszírozására, mert jelenleg nincs rendszertámogatás. Az egyesület tagjainak maximális erőfeszítése mellett, valamint az egyesületünk barátainak segítségével, az adományozóink segítségével mi magunk gyűjtjük az eszközöket az építkezés befejezésére. Mindent mi csinálunk tehát az épület telkének megvásárlásától kezdve. Mindent saját magunk finanszírozunk. Bár kaptunk szóbeli támogatást olyan értelemben, hogy igen, mi támogatjuk azt, amit önök csinálnak, de ami nekünk kell, azt még az állam a törvény szerint egyelőre nem tudja finanszírozni. Ezt a magyarázatot kaptuk, tehát önmagunkra hagyatkozhatunk csak, hogy ahogy tudjuk, megoldjuk ezt a problémát, valamint az összes mindennapi problémát is, amelyekkel nap mint nap szembesülünk. A munkálatok második szakaszában egy 600 négyzetméteres épületet építenek, melynek alapja már elkészült. Ez a hely az autista felnőttek életét szolgálja majd, akiknek nincs senkiük, aki gondoskodjon róluk. Az egyesület becslése szerint az autista központ felépítése és felszerelése körülbelül 1 millió euróba kerül. Bíznak abban, hogy a napközi otthon már októberben megkezdi működését, és szívesen fogadnak bármilyen támogatást.